12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélése. A fedélzeten Csaba, Attila és Dave. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az Impulzus Podcast 95. adása, és itt van velem Attila és Dév. Szervusztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok, és kezdjük azzal, hogy 2020-ban, vagyis jövőre lesz 25 éves a Star Trek Voyager. Ennek örömére érkezik egy kemény fedeles kiadvány, aminek a borítóját már meg lehet nézni különböző Star Trek oldalakon, de a készítők hozzátették azt is, hogy ez még nem a végleges verzió, mert 7-9-ed még hiányzik ott a csapatképből, valahogy át lesz ez még tervezve. Viszont érkezik egy Janeway életrajz is, mindkettő nagyon jó. Tavaly előtt, amikor a Deep Space Nine-nak volt a 25. évfordulója, akkor azt tök jól megkoronázták, ezzel a What We Left Behind című dokumentumfilmmel. Igaz, hogy az kicsit csúszott, de azért szerintem belefért, főleg annak tudatában, hogy milyen jó lett a végeredmény, tehát Ira Steven Bear minden követ megmozgatott, és minden energiát befektetett, hogy keresztül vigye, hogy igenis minden egyes jelenet, ami a sorozatból lett vágva, és a dokumentumfilmbe belett téve, az HD felbontásban legyen látható, és hát megérte a várakozás, meg megérte a kemény munka, mert egészen elképesztő lett a végeredmény. Hát szerintem egy rajongó bármit és bárkit eladna annak érdekében, hogy a Star Trek Voyager-t is lehessen látni ilyen jó kis felbontásban, akár 1080p-ben, vagy akár 4K-ban. Ugye régóta terjeng már az interneten egy ilyen rajongói 4K verzió a Voyager-nek az intrójából. Magát a filmet, a sorozatot is megnéznénk ebben a felbontásban. Hát a voyager azt én mindig újra nézem, most éppen negyedszerre vagy ötödszörre, megunhatatlan, egyszerűen most a negyedik évadnak a elejénél tartok, amikor megjön a 7 9 -ed. teljesen bűnös élvezet, benne ragadok a sorozatban, és egyszerűen újra és újra végig tudom nézni, úgyhogy ez így eteti magát. Nagyon jó lenne valami képanyag, ami érkezne jövőre a könyvekkel együtt. Ez lehetne mondjuk egy rajongói film, és bár Ugye a Star Trek Renegades-ben azért elég sok Voyager színész felbukkan, de hát nem akarom megbántani a készítőket, az nem az én sorozatom, én megpróbáltam azt megnézni, borzasztóan éreztem magam, nagyon unalmas volt, pedig én azért nem vagyok finnyás a filmek és sorozatok tekintetében, de ez nekem, nekem sok volt, nagyon unalmas volt, és nem, nem, tetszett a folytatásukat, már meg sem néztem. Dév, te szoktál ugye beszámolni róla, hogy a CBS nyomás alá helyezte ezeket a elkövetőket, és nem használhatják a, a rendes sorozatban szereplő neveket, úgyhogy bár az originál színészek játszák a karaktereket, de az eredeti nevek nem jelenhetnek benne meg. Hát ez nem egy szerencsés dolog, de szerintem hát nekem az a véleményem, hogy nem, nem egy annyira jó sorozat ez, mint mondjuk a Star Trek County News. Na viszont ti mit látnátok szívesen a 25. évfordulón, ami Voyager? Természetesen én is egy örül, nagyon örülnék egy ilyen DS9 dokumentumfilmhez hasonló összeállításnak a Voyager témában, hogy látnánk esetleg kivágott jelenetet, poénokat, amiket egyébként máshol egyébként tényleg a Youtube-on vagy bármelyik ilyen csatornán lehet látni, de mondjuk örülnék valami más újdonságnak is ki tudja akár a animációnak, vagy bárminek. De egyébként, ha már jubileum, akkor valószínűleg valami kedvenc epizódomat nézném meg, mondjuk akár a, a pokoli évet, a skorpiót, ezeket szívesen megnézem, akár jubileum, vagy pedig jubileumon kívül is, bár mondjuk nem én vagyok a legnagyobb Voyager rajongó egyébként de szeretem megnézni. Ha pedig mondjuk esetleg rajongói filmeknél mondjuk nem igazán Voyager, mert végre kíváncsi lennék, hogy végre egy, egybe leadnák például az Axanát. Mert tényleg mostanában itt csepegtetnek itt nekünk mindig így jeleneteket, így felfel, -fel csempésznek így különböző videó megosztókra, de egyébként... Na most az, a az projekt az e még él? Egyébként? Az még él, már legalább, hát legalább két-három két ilyen kis jelenetet felraktak már. Például, amikor a körk a Kobayashi Maró tesztet először neki veseelkedik, azt segít, ott egy gártékot nézik ott kívülről, ilyen inspekciósokként, és van egy, amikor a klingonok üldözik őket egyébként. Ott már látjuk tényleg gártot magán a zárésznek a felérzetén a kapitányi székbe. Tehát egyelőre ez még él, csak most csak egyelőre most itt csepegtettek most itt hirtelen két-három jelenetet ki. De egyébként még az egész filmet nem látta senki. Mindenki ezen rágódik, akárhova ez interneten. Hát én a legnagyobb hazai Voyager anyagok között vagyok. kezdetektől nézem magyarul is, tehát pont 2000 így őszén indult a, a, viaszaton magyarul is, nagyon örültem, mert az előtt már én néztem németül, is. hát aztán a szívemnek legkedvesebb sorozat, a TNG meg vagy valahogy az eszemnek, vagy hogy mondjam, tehát a, nekem a Star Trek két osztopa a, a, TNG meg a Voyager, nem nehéz lenne választani milliószor néztem. Tehát nekem Magnó föl volt véve magyarul a hangja. MP3-ban megvan az összes epizód, és akkor így hallgattam mindenféle adat, utazás közben, meg munka közben. Borzasztóan szeretem, tehát a, és a magyar szinkronját is nagyon szeretem, és egyébként sokaknak ezzel jött be a Star Trek Magyarországra, és nem csoda, hogy Magyarországon egy rajongótábor így, így ebből indul ki, aztán persze felfedeztük, meg felfedezték a, a, a többi sorozatot is. És a Voyager volt az, amikor már a Voyager utolsó évadainál én már azért interneteztem, és akkor már ott, hogy mi lesz a következő, hogy most hogy folytatják, lehet, hogy akadémiai sorozat lesz, időutazás, valami, de a lényeg, hogy nem akartok, hogy vége legyen a voyager -nek. Tehát az Endgame-et nem azért nem szeretjük, mert rossz megoldás, hogy hazajutottak, hanem mert ott vége van. Bár vannak ugye regények, van egy úgynevezett relaunch regénysorozat olyan 10-12 regényel, ott ugye nyilván az nem kánon, de hát hivatalos regény, ott például Kristin Bayer, aki a, a Discovery-nél is író, meg regényszerző, így szépen folytatta a történetet, hogy hazaért a legénység, a Voyager-nek még használják mondjuk a technológiáját, még a Delta kvadránsba is visszamennek, Janeway admirálissal is hát elég nagy dolgok történnek, tehát nagyon hosszú ösztet cselekménye van, tehát egy folytatólagos legény sorozat. Németországban elég népszerű, még újra is kellett nyomni. Hangos könyvformájában megjelent, ezért egyébként sírunk, vagy sírnak a magyar anyagok, hogy pont ez nem került be, de még a hivatalos Vannak egyébként volicső... magyar nyelvű könyvek, és a gondviselő megjelent magyar, Így van. Illetve a szökés, az talán nem a sorozatból van, ha jól tudom, de javíts hogyha esetleg igen. Nem, azt hiszem az is ilyen, úgymond két epizód között játszódik, úgy tudom. Így van, hogy van, van egy... évadban, meg nem tudnám mondani, melyik évadban meg játszódik van egy, azok igen, ez, mert ennyi van, mert vannak novellák egyébként így terjengenek a neten. A háború van még magyarul. Igen. Az egy picit unalmas, azt be kell így vallani, az is egy bizonyos évadban játszódik. Vannak a regények, amik egy-egy epizódot dolgoznak, például az Equinox is megjelent magyarul, vagy ugye, hogy tehát a, a Pilot epizód a Kertéker, és az nem csinálunk reklámot, de hát nagyon olcsón kapható mostanában, mert tényleg így, így sok példánya megvan még a, a kiadónak, tehát fologrik valaki az internetre, nagyon jó beszerezheti pár száz forintért, tehát vadonatúj könyv, nem most adták ki, de, de tényleg magyarul ott van. Én nekem az első, amit megszereztem németül, a Voyager-nek ez a Pilot epizódja regény, Picit ki van bővítve, színesítve, ahogy szoktuk, vagy ismerjük azért itt a az epizódfeldolgozós, vagy például filmeket feldolgozó regényeknél, hogy például a Star Wars filmeknek is a regényváltozatai többet mondanak. Kicsit a szereplő gondolatai ott vannak, kicsit próbálják ugye mozogni a persze kánonon belül ilyen kis hátteret oda tenni, nem túl sokat. És nekem például abban a német nyelvű Star Trek vagy Voyager első regényben ott van az Itton Philipsnek az aláírása, mert ő Magyarországon volt, most azt hiszem 2008-ban volt ott a Mon volt, amikor a, a Philips Phillips volt ott, tehát a Nélix játszó színész, és még ott volt a Von Armstrong, aki egyébként sok mindent játszott a, a Star Trekben, többek között Forrest Admiral Enterprise-ban, de voyager volt például Romulán, ugye? egy ilyen, ráadásul pont egy ilyen kis idő, temporális... Uh, Igen, 30 év volt, azt hiszem, a különbség. Igen, hogy féregjárat. Egy, járat, idom, a teher, ha... egy teherhajón, teherhajó kapitánya volt, azt hiszem, azt játszott. De játszott ő még nagyon sok mindent. Egyébként. Hát egy, olyan tényleg, sokarcú. Tényleg Jeffrey Combs mellett, ő az egyik leginkább sok oldalú, hogy bármire berángatták, hogy bármi lehetett. És akkor még amit itt mondatok, hogy mit várnék én a 25. évfordulóra, egyébként 1995 január 10-én egy ö, azt hiszem egy nyilvános vetítés keretében, tehát talán az is valami a mozis vetítés lehetett, tehát 95 januárjában volt a bemutatója az Egyesült Államokban. Tehát azt jelenti, hogy már nagyon hamar itt van ez a 25 éves évforduló, tehát itt ha valamit akkor akarnak kiadnának, már készülni kéne. Én nagyon úgy érzem, hogy szinte olyan, mint a Star Trek 50. évfordulója, hogy valamit csináljunk. Fű alatt. Jó, mondjuk a, Igen, tehát... Nem érzem azt, hogy mintha, mintha tényleg azt jelezni ez az egész, hogy jó, kiadunk egy, most egy kemény táblás könyvet, és akkor valami albumszerű lesz, jó szépen összefoglaljuk azt így, a, lehet a háttérbe azon dolgozni, Jane Vionet rajz, azt a fáról bárki megírja, egyébként a, Megan is megírta, ugye a Star baráti társaságnál ő, megcsálta a Jane hiszen össze lehet rakni az epizódok alapján és azt így el lehet olvasni, hogy egyébként önéletre az, ha jól olvastam, tehát autobiográfia, ami készül, ami viszont érdekesebb, mert akkor nem csak ilyen memory alfa szeren leírja, hogy Catherine Jane itt és itt született, és nem tudom, gyerekkorában volt egy nagy vihar, és akkor azt említették a sorozatban is, hanem itt ö, hozzá tud tenni a karakteréhez. Mit várnék? Hát én egy olyat várnék, mint a, a What We Left Behind, de azt nem lehet megcsinálni. Tehát az olyan egyedülálló, tehát én most azt mond, megnéztem, és azt mondom, hogy a legjobb Star Trek dokumentumfilm. Még a Rod emberi Trek Nation nél is jobb, mert többet megmozgatott. Tehát a Rod ember is fogta magát, és elment különböző emberekhez, és próbálta édesapja nyomába lépni, de az kicsit személyesebb hangvételi az egész, ez a Trek Nation a Star Trek bűveletében. Viszont amit az Ira csinált, az Ájra Stephen Bér ezzel a, a mostani Deep Space Nine-ossal, az abszolút méltó, abszolút visszahozza, tehát az egy igazi réunion, még annál is több. Azt is lehetne így egy mondatban, fogják magukat, itt lesz mondjuk a Destination Star Trek London jövőre, és ott így már igen jelentgetik be, hogy szépen a Voyager szereplők ott lesznek, tehát már a, nyilván egy évvel ezelőtt már szerve, egy évvel előre szokták ezeket szervezni, hogy Attila, azt te is meg tudod erősíteni, hogy mindig jóval előre gondolkoznak, hogy két mögrú ott lesz, Jerry Ryan, stb. Tehát őket már meghívták. És ha ott lenne egy felvétel, vagy egy, ott tényleg lenne egy külön panel, és 120 perces, és arról kiadnának egy, egy minőségi videóvágást, és csak beszélgetnének, én azt mondom, az már valami lenne, és azt, azt, el tudnám úgy fogadni. Nyilván itt egy olyan nagy mértékű, mint az Iris tv bér, aki évekig dolgozott rajta, és hatalmas energiát fektet be, azt, azt nem fogják tudni csinálni. A Renegades én se tartom miatt a folytásnak, szegény Tim az összes ilyen projekt, amit benne van való, hogy nem itt olyan nagyot pedig. Hát azt mondanád, hogy egy Star Trek színész tud jó csinálni, nem biztos. Nem biztos, lehet, hogy az elfogultság, lehet, hogy másképp szemléli, lehet, hogy kellene ilyenkor egy független producer, egy, egy kicsit erősebb, vagy egy jó írószoba, aki kicsit... Meg egy jó mondom, rendező, gatyál, mert Igen. A szegény színészek azt csinálják, amit szoktak, de nem jön át a képernyőről. Hát ennyit jelent egy jó rendező, egy összeszedett produkció, amiben hát a, a pénzt is el kell költeni sajnos. Roxanne Dawson jó rendező, sorba látom a nevét, tehát nagyon menő sorozatoknál, tehát Marvel-es, meg mindenféle sorozatoknál úgy értem, hogy most menő, jó, most nekem az. Tehát sok dráma, meg krimi, mindenféle mindenférénél ott van a neve, tehát ő egy befutott, tehát úgy, mint a TNG-ből a, a, TNG a, a Oliver Burton Vagy Freaks, igen, igen. Na, a hírblog hátralévő részébe egy kis kitekintést tegyünk. Egyrészt Star Wars a Mandalóriai, jött egy előzetes, Nekem azt mondjátok meg, fiúk, én csak a filmeket láttam a Star wars hogy kik azok a mandalóriaiak, és uh, mikor játszódik nagyjából ez a történet? Mit kell erről tudni? Tulajdonképpen ők átmenet egy mondjuk egy nép és egy zsoldos csapat között. Ők tulajdonképpen egy erőt nem használó, meg nagyon gyakran elutasító ilyen zsoldos nép. Hát ilyen, úgy is mondhatnám, hogy mint a kozákok. Ők hozzájuk tudnám hasonlítani járkálnak ezekbe a szép testpáncélokban, és tulajdonképpen bá bárki felbérelhet őket. Klánokba vannak szerveződve és általában van egy fő mandalor, akinek mondjuk engedelmeskednek. Hát ez lehet férfi vagy nő, tulajdonképpen itt az örökbefogadáson alapul az, hogy mondjuk bárki tagjuk lehet, hogyha azt mondja, hogy igen, hogy én ide akarok csatlakozni, akkor befogadják, persze azért bírnie kell egyébként ott azért eleve ilyen háborúzós fajta. Ugye klánon belül is azért megvan az egység, hogy lerendezik a problémákat. Tulajdonképpen mint a ragadozók, csak itt ők, ők ember, de nem csak embereket fogadnak be. Nem véletlen mondjuk, hogy Boba Fettet itt egyébként Mandalor páncélban látjuk, mert mondjuk ő is, az ő apja, vagyis hát klónja is tulajdonképpen örökbefogadás révén került be a mandalóriklámba. klánba. A Star Wars azért már behatolta a kisképernyőkre is itt a rajzfilm sorozatokkal, de én a rajongóktól már évek óta hallom, hogy mennyire jó lenne már az élő szereplős sorozatot is látni, hát most itt van. Mit hozhat ez szerintetek a franchise-nak új tereket? Nyit ki a új emberek előtt, akik bevonzódnak ezáltal a Star Wars világába? Szerintem ez most egy, egyrészt egy hiánypótlás, meg tényleg most itt egy olyan részt, egy, rest, egy hiá, eddig hiányzó szegmens próbálnak betömni. Amit mondjuk egyébként már évek óta ígértek hozzáteszem, hogy ígértek mindenféle sorozatot élő szereplővel, és most végre jutottunk néhány év után, hogy végre láthattunk megvalósulni ezt a sok ígéretből, legalább a mandalóriakot. Dév ezt a magyar nézők, hol nézhetik meg majd a leghamarabb lesz itt Disney Plus Magyarországon idén, vagy várnunk kell majd erre egy kicsit? Hát sokat kell várni. Itt Star Wars oldalak is megkeresték már például a hazai, egyébként hazai csatornákat is, ahol van tegnap is például az egyik magyar csatornán az első hat filmet lejátszották, csak úgy, ugye egész nap Star Wars filmek mentek. Ez a csatorna család sem, meg más például a magyar Disney csatorna sem. Tehát nyilván lineáris tévics nem lesz, ez, ez, ez biztos. A Disney Plus, mint streaming szolgáltás pedig nem indul el Magyarországon, csak 2021, valamikor talán ott is a másik negyedében. Ellentétben az Apple TV plus szal ami nagyon röviden tegnap elindult, és magyar felirattal érkezett meg az összes sorozat. Tehát van honosítás, magyar menü van, egy hetes ingyenes próbaidőszak, tehát azonnal neki lehet vágni. Böngészőben nézhető? Nézhető böngészőben, és picit, picit lassú, mert kicsit még ott, ott, nem könnyű behívni, nem tudom, hogy ott is ez a 4 felbontás elérhető, -e, de az biztos, hogy, hogy, hogy hozzá lehet férni, és tehát tényleg van kipróbálási időszak, és azt hiszem két epizód ingyenes, de a lényeg az, hogy azt a három epizódot, amit előre... Ugye ők úgy csinálják az Apple TV+, Plus, hogy három epizódot dob ki így az elején, tehát itt például Ronaldi Moore által készített for all mankind ez az űrversenyes alternatív univerzumos, hogy a szovjetek nyerték meg az űrversenyt, ők szálltak először a holdra, és akkor elindul egy teljesen új típusú űrprogram 60-as években. Ez is egy ilyen 8-10 részes sorozat, most nem is tudom, vagy talán csak hat, de lényeg az, hogy ez, ez, akkor magyar felirattal lesz elérhető. Nagyon jó húzás, mert ez simán beviszi a nézőt, hogy hú, itt van valami új, teljesen új streaming szolgáltató, de hoppá, rögtön magyar felirat, magyar menő, ingyenes próbaidőszak, tehát ez tipikusan, amivel azért egy, egy, az innovációra kicsit éhesebb magyar nézőt be lehet vonni, a Netflixnek a hatalmas felfutás utóbbi időben, és a honosításnak is köszönhető. Hát a Disney Plus egyszerűen nem tudom, hogy mit gondol, hogy, nem tudom, hogy mit néz, hogy először is van például a Disney csatorna Magyarországon évek óta. És gondolom azért van, mert valamilyen piac itt van, tehát el tudják adni a reklámidőt, stb. Értékesítenek termékeket, tehát ha kicsit megnéznék, hogy azért van valamennyi rajongó, Star Wars rajongó, vagy most Marvel rajongó, mert hogy azt is forgalmazza majd ez a Disney Akad. egy-két Star wars os igen, itt is. Ez butasság, tehát még Németországban se indult el, tehát Hollandiába fog majd elindulni, úgymond Európában, Európán belül, tehát és akkor mit csinálsz? alternatív forrásokból nézed. meg, mert nyilván kíváncsi, hogy egyébként röviden én a Mandalori Hát annyira nem vagyok kíváncsi, bár most engem ez is jobban érdekel, mint a 9. epizód, csak zárják le valahogy, hogy legyen valami kerekteljes most már ez a trilógia. És azt hiszem, hogy a szenátornak a rögése nem, nem vonzott be a moziba. Igen, hát az sokféle rajongói teórai láthatnak világot. Mandalori. A Mandalor, én a, az űrszekereknek volt egy rendezvénye, tavaly vagy tavaly előtt, ami Star Wars és Star Trek volt egy egy fedél alatt, és hát ott, ott jöttek Star Wars alanyagok is, és nagyon tök jó fejek voltak, meg hozzászóltak, és kiderült, hogy Star Trek is ismerik, viszont ott, aztán ott, ott engem hát pontosítottak a, ott a srácok, hogy, hogy vigyázzak már a Mandalóri, az nem fajnév, tehát az nem egy idegen, egy alien faj a Star Wars univerzumban, hanem ott a bolygónak a lakói, és ott tehát nyilván egy humanoid lakói vannak, és itt tényleg ez a, amit Attila mondott, hogy... Tulajdonképpen zsoldosok, na, mondjuk ki. És nem biztos, hogy Zsordos mindig a birodalom oldalán állnak, mert például a... Bárki felbérelhet őket jó pénzért. A mandaloriakról például a Disneynek van a Rebels, a Lázadók animációs sorozat, és az embernek az egyik szeme sír a másik nevet, mert ott tök jó behozták a mandalori kultúrát. mandalori röksége, vagy például a Sötét Kar epizóddal epizódal a Szabin, az egyik női szereplő lány ő, ő, ő gyakorlatilag az. Tehát az erőnek a misztikuma, meg, a, meg az egész mandalori kultúra, ott a klán, a hűség, lojalitás, család, ott is egy ilyen család újraegyesülés, kikivel van, a birodalom mennyire használja ki a mandolorokat, és ez 20 perces egy epizódban. Na most ez kiabál egy filmért, vagy egy egy sorozatért. Tehát itt jó lesz, hogy valószínűleg egy ilyen sötétebb hangulatú, vagy ilyen realisztikusabb, vagy ilyen westernszerű, vagy akciódúsabb Star Wars sorozat, és nem a tíz éves gyerekeknek szóló lázadó sorozatban jelenítenek meg egy ilyen érdekes kultúrát. Viszont én jobban várom majd, hát lesz a Cassian Andor sorozat, aminek már szintén van ott is rendező, meg alkotói stáb, meg az Obi-Wan sorozat. A Mandalori sorozat annyi, hogy a Mandalori, ami most novemberben jön, ez a sorozat a Jedi visszatér után öt évvel játszódik, tehát régi trilógia Jedi visszatér után öt évvel, és állítólag ugye, hát a, már ugye pedzegeti ugye a Jedi visszatér után következő hivatalos kánoni epizód, hát az a e, ébredő erő, tehát a 2015-ös új film, és, de inkább a Jedi visszatérhez van közelebb, és már, de az első rendnek a jelléte már ott, ott az, az benne van, meg úgymond egy ilyen családi dráma, a Cannabis sorozat viszont majd, ami jön, és hát Jon, Megregor azért elég nagyot dobott, amikor mondta, hogy hát ez már egy évek óta, ezért terve sőt, akár film is lehetett volna. A lényeg az, hogy az is egy ilyen limitált széria lesz, de az még úgy évek múlva fog megérkezni. Az viszont a Cannabis sorozat az a első, tehát a Csillagok háborúja, első mozifilm az Új Remény, tehát negyedik epizód Új Remény előtt játszódik ez a lényeg. Tehát valahol a Tatóinon van, és nyilván ott mondhatják a ranyagok, -ok, hogy ott mi, mi, történik, esetleg rúkra vadászik majd a Kenobi. A régi kánonban rengeteg regény szól arról, hogy obi vannak kénytelen volt kimozdulni, mert rájött, hogy felfedezhetik mondjuk luke -ot. tehát elég érdekes. És az új kánonban is John Jackson Miller, aki egyébként Star Trek regényeket is írt, ő is írt erről egyébként erről. Tehát hivatalos kánonban is van ilyen. Na, a rövid kitérő után térjünk vissza a Star Trekhez. Attila itt az adás előtt mondta, hogy van egy convention, amiről én még soha a büdös életben nem hallottam. New Orleansban van egy. Igen, rendezvény? New Orleansban nyugodjál meg, hogy én se hallottam még róla, de ez most itt pont így a. Azt mondom, hogy a Halloween fővárosa, úgymond a Halloween után most Star Trekre is ébredt. Tegnap óta egyébként megy ez a show hát a három a fő attrakció a Star Trek esetében, tényleg Marina Sörtis, Ben Spiner és természetesen Michael Dorn. Ígérték egyébként magát Jonathan Frakes is, de ő valamiért nem tudott eljönni. Egyébként rengeteg egyéb más ilyen fantasztikus univerzumból számozó színész is van, hát például Michael Bean, akit Kyle reese ismertünk meg az első Terminátor filmben, és még nagyon sokan vannak. Egy tényleg, amikor az ember mondjuk rákeresik az oldalukra, tényleg sokáig kell görgetni a magát a az oldalt, hogy egyáltalán így végére éljen. Tehát ahhoz képest, hogy számunkra ismeretlen egy konvencionről van szó, rengeteg színészt meghívtak. Aki még tud, menjen el, mert még vasárnapig még tart, és rengetegen vannak. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. A közönség kedvenc Trouble with Tribbles epizódról beszélgetünk. Magyar fordításban szőrös veszedelem. Ez a Tribliknek a első megjelenése. Bár ugye most nemrég láthattunk egy eredet történetet, ami kicsit ütközik az eddigi kánonnal, majd talán a kibeszélőben ezt részletezni fogjuk, hogy Mik azok a pontok, ahol nem nagyon stimmel a sztori? Na de, ugye ez egy nagyon-nagyon híres epizód. David Geroldot ez repítette bele a showbizniszbe, mert ez volt az első professzionális munkája, amit sikerült is értékesítenie. Bár ugye David Geroldnak a nevét már említettük itt előző epizódoknál is. Ez azért lehetséges, mert a skripteknek az átírásánál is közreműködött, illetve itt a második évadnak az epizód sorrendje is teljesen más a gyártásban, mint ahogy leadták őket, úgyhogy ebből a szempontból nehéz egy összefoglaló képet kapni, hogy tulajdonképpen mi volt előbb a, a második évadban, de a lényeg az az, hogy ez a David Geroldnak az első teljes értékű egész forgatókönyve, Azért a Gene L. Coon egy kicsit átírta, mint minden forgatókönyvet, ugye itt a vezető producerek a Star Treknek a szellemiségéhez szoktak szabni, úgyhogy ebbe is belenyúlt. Annak ellenére, hogy a közönség nagyon szerette ezt az epizódot a megjelenéskor is, és máig is gyakorlatilag ez a, hát mondhatjuk azt, hogy top 10, top 5 listákban mindig előkelő helyet kapó epizód. Azért a készítők közül nem mindenki volt ezzel kibépkülve. Például Bob Justman, aki rendezőasszisztensként kezdte ott a Star Trekben, aztán később producer lett, azért nem szereti ezt a történetet, mert szerinte túlzás ez a komédia. Már a karakterek önmaguk paródiái lesznek, a humor az pedig eltéríti a, a sztorit attól, hogy itt életszerűnek lássuk a, a történéseket. Ugyanígy van ezzel Fred Freiberger, aki a harmadik évadban lesz a sorozatnak a producere. Ő is azt mondta, hogy nem kedveli, amikor David Gerold fölkereste őt egy folytatásnak a lehetőségével, akkor azzal utasította vissza, hogy a Star Trek az nem komédia, úgyhogy nem, nem engedett zöld utat a triblis folytatásnak, úgyhogy David Geroldnak egészen a rajzfilm sorozatig kellett várnia, hogy megvalósíthassa a folytatásra vonatkozó ötletét, és ugye a triblikkel együtt a Sirano Jones is visszatérhessen, de ami talán a legmegdöbbentőbb, hogy maga Jean Roddenberry és ellenérzését fejezte ki, és Gene L. Kuhn és Jean Roddenberry között egy hát feloldhatatlan ellentét alakult ki emiatt, mert a Kuhn az szerette volna még jobban a komédia irányába elvinni a Star Ugye láttuk itt a MAD epizódot, amikor az iMAD-ban már ö, sikerült egy, egy végjátékot csinálni a, az epizódból, az is Gene L. a hathatós munkáját dicséri. Hát a Roddenberry azt mondta, hogy ez túlzás, ez a triblis epizód is, és nem szeretne több ilyen, ilyen végjátékot, úgyhogy a Gene L. Kuhn rövid úton, itt a második évad közepén távozott is a produkcióból, úgyhogy vele Többet nem találkozhatunk majd a jövőben, mint producer. Na de, ti mit gondoltok a, a komédiáról, itt a Star Trekben itt ö, nektek mennyire tetszik a, a Tribliknek a behozatala, és egyáltalán ez a könnyed hangvétel szerintetek a Star Trek mondani valójának a rovására megye. Most már így visszatekintve jó pár sorozat után azt mondom, hogy a humor ugyanúgy a sztáteknek a része. Tehát egy kicsit könnyed, ebben néha azért oldani kell a feszültséget, mert itt azért lássuk be, általában magán a hajón is azért itt jelen pillanatban 400 ember van összezárva, és hónapokon át kell egymást elviselni, és már pedig a szabályzat mellett tulajdonképpen a humor az, ami kell. És ne felejtjük el, jó, ez cifi, de viszont nem olyan véres cifi, nem Azért, azért vannak ezek a sötétebb Szifik, mint mondjuk a halálhajó, vagy voltak a régebben az ilyen nagy hősies Szifik Flash Gordontól kezdve, Backroads a régiekre gondolok, 50-es, 60-as évek, meg amikor idegen inváziók, hogy kell valami, hogy legyen egy kis könnyet, kicsit az emberek ki is tudjanak kapcsolódni. Tehát. Szerintem ez, ennek egyáltalán nincs ezért semmi probléma. Jó, lehet, hogy az akkoriban újszerűnek tűnt, de ma már ez szinte bevált. Azért szinte nem tudnánk olyan Star Trek epizódot mondani, amiben valami kis apró poén, vagy egymás ugratása ne lenne. Azért láthatunk azért az első évadban is néhányszor azért a, akár mondjuk McCoy, meg Spocknak a vitája, vagy amikor maga a körkis időnként gyakorlatilag spokkon köszörülő a nyelvét, szerintem ez ugyanúgy beleik a többibe is. Az, hogy most itt tényleg egy ilyen kis szőrös kis állatkák bejöttek, ez azért emlékezzünk mondjuk akár a szörnyecskék filmre, szinte azzal lehet rokonítható, hogy ott is milyen kalamajkát tudnak okozni ilyen kis szőrös, látszólag aranyos, de hát azért bizonyos szempontból kártékony lények. Bizonyos források azt mondják, hogy David Gerold valós Eseményekből táplálkozott, amikor megírta ezt a történetet. Ausztráliában, amikor elszaporodtak a nyulak, akkor hasonló dolog történt, és állítólag a David Gerold ebből sokat merített. Tehát egyfajta üzenetet is láthatunk ebbe ilyen ökológiai szinten a táplálékláncnak, illetve magának a természetnek a szabályozó rendszere. Az, amit megjelenik előttünk. Röviden az epizódban ugye annyival rendezik el, hogy a természetes környezetéből, ha kiragadjuk, ahol sok-sok ragadozó van, akkor ez történik. Aki látta mondjuk az Enterprise sorozatot, abba is bocsát megemlíti, hogy a természetes környezetben azért szaporodnak gyorsan, mert mondjuk rengeteg ragadozóvadászra lassúak, kicsik, szőrösek, nincsenek úgymond védekező fegyvereik, nem választ ki mérget, nincsen se karmas és tulajdonképpen az egyetlen védekezése a túlélésre az, hogy szaporodnak, mint a nyulak. De, de itt most azt mondja, hogy szaporodik, mint a tribli. Itt tenyésztésről volt már szó, mert a Sirano Jones, mintha itt azt mondja, hogy ő már tenyészti őket, tehát itt, itt már az is fölmerül, hogy esetleg, hát lásd a későbbi Discovery vagy Short epizód, ahol ugye az Edward Gén módosítással érje el ezt a nagyobb szaporulatot. De hát itt már arról van szó, hogy, hogy vemhesen születnek, és ez lehet, hogy már egy beavatkozásnak a következménye? Már most? Lehetséges, hogy Sziránó valahon mondjuk talált ezt a, már ezt a módosított triblit, hiszen láthattuk, hogy az embereket szereti, viszont a klingonokat egyből rácsipog valamiért, tehát mert tudjuk, hogy arra a bolygóra lejutnak, ahon egyébként az élelmezést kellett volna megoldani, lehet, hogy éppen arról a bolygóról szerezte, mert gyakorlatilag azt mondják, hogy a... hiszen tudjuk a show hogy gyakorlatilag ki kellett mindenkit evakuálni, mert gyakorlatilag ökológiai katasztrófát okoztak. És nem lehet tudni, hogy az ilyen élelmes vállalkozók nem -e, vittek el néhány triblit, és lehet, hogy emiatt is kerültek el egészen a klingon űrig az ilyenféle szabadkereskedők... A nyílt Tehát, mint Leia hercegnő, a hercegnő. nem, hát figyelj, az, hogy észreveszik, hogy figyel, azért figyelik az ilyen mindenféle a szabad meg mindenféle ilyen üzletember, akik ilyen illegális, félillegális dolgokat csinálnak, azért figyelik azért a, azt mondom, hogy a, az internetet, vagy a akkori korabeli internetet, és azt mondják, hogy na hoppá, itt most evakuálás van, Ott mert sodródik egy vagy. hajó, aranybánya, egyből oda Aranybánya, mennek. vagy pedig nézd csak, most el van egy bolygót hirtelen evakuálnak, akkor arra gondolnak, hogy hát azért mindent nem tudnak magukkal vinni, hát nézzük már meg, hogy mi van ott, hogy milyen élet, mit hagytak ott véletlenül a csomagolásnál. Józsi bácsi véletlenül az aranykészetet, vagy, a, vagy mit tudom én, mondjuk egy, a latin véletlenül otthon hagyta a kézi táskába, ő összekeverte azt a a... Konyakor, a kedvenc szaurujai konyakjait mentette, nem a latiniumot hát akkor megnézik. És ott ott nézi, tribli, hát Még az és is kicsi lehet, szőrő, hát mondom, ebből lehet valami biznisz. Tehát nem tudhatod hogy éppenség, hogy mit, mit el egyébként. Még az is lehet, hogy maguk a klingonok találták meg azt az elhagyott hajót, mert ugye ők is ott folyamatosan lehet. Szaglásznak. Hát persze, azért vannak kémhajóik, tehát hiába azt mondjuk semleges a sem azért tudjuk nagyon jó, hogy azért a, láthattuk egyébként a tng be az újraegyesülésbe is, hogy azért voltak például Romulánoknak is vulkán és azért a kémjeik mentek. De az Enterprise-ba is láthattuk, Vélasz is például Romulán ügynök volt. Tehát ne meg senki, a kémhajók a semleges zóna ellenkező oldalán is felbukkannak. Tehát a kémkedés az 23. 24. században is működik és a gazdaság is működik. Hát itt az egész epizód tele van szőve utalásokkal, hogy... Kredit. Hogy kreditekről van szó, forgalmi adóról, egyébként megjegyzem, csak a magyar változat beszél adóról, ott inkább egy haszonról van szó, amit rátesz a, a kereskedő. Viszont egyértelműen hangzik, hogy az orgánai béke, itt arról szól, hogy itt van egy új bolygó, ugye, Sörben bolygója, és ezt minél jobban ki kéne használni, kiaknázni. Az a develop ez nem csak megművelni a Földet, hanem gyakorlatilag kiaknázni, kolonizálni az egész bolygót. Tehát ez nekem egy kicsit agresszívnek tűnik, hát hogy ugye ráadásul az orgányi ezt, ezt megengedik, és hogy megindul a, a gyakorlatilag egy verseny, van kiírva, hogy ki tudja jobban bemutatni, vagy prezentálni a bolygónak a minél hatékonyabb. Hát kiaknázását és kihasználását. Ez ráadásul az, hogy itt kereskedőkről van szó. Akkor itt elhangzik a kvadrotritikál, ami egyébként, hát Csekov szerint persze orosz találmány, de hát a tritikáli, amit ugye a búza meg a rózs keresztéséből van létrehozva, tehát ez a gabonaféle, ez is egy gyakorlatilag egy kicsit a nagyobb népességet ellátni akaró, tehát szintén az agresszív agrokultúranak a része, hogy gyakorlatilag valahol nagyobb népesség van, és egy, egy, egy hatékony, jól termeszhető van szükség. Tehát valamikor még a 19. század végén kezdték el termeszteni búzához hasonló, de hidegtűrő növény, tehát tipikusan, ha az a kvadrati kiláz meg a jövőben, az meg lehet, hogy még ellenállóbb növényfajta és hát itt fölmerül az, hogy ugye vírussal megfertőzve a magokkal, tehát itt, itt csupa olyan eljárás merül fel, ami gyakorlatilag egy, egy a, szinte a olyan felfedezett bolyóknak a kizsákmányolásáról, vagy az erőszakos gyarmatosításáról szól, úgymond, ez egyáltalán nem a békés föderációs jövőt. Attila, te nemrég írtál egy cikket erről, hogy hogy működött a föderáció gazdasága. Ezt például el tudom képzelni, hogy verseny indul egy bolygó gyarmatosításáért, ami senkihez sem tartozik. Azt mondom, hogy apró betűs rész volt az orgánai szerződésben, mert ha megfigyelheted, azt mondja, ez vitatott terület, ez a Sherman bolygója, meg a többi. Tehát lehet, hogy az orgányiak azt mondták, hogy jó, van akkor itt vitatott terület, na aki aki hamarabb előáll olyan dologgal, amivel mondjuk lehet kolonizálni, hogy működő ökoszisztémával és civilizáció eltartására képes valamit összetud hozni a Sherman bolygóján, akkor az, öv, az az, övé. És akkor persze, hát mondjuk a pingónak mondjuk nem fognak leállni, a, mondjuk nem tudom milyen mezőgazdasági szakembereik vannak, de ezek szerint a federációban valaki erre ráugrott, hát gyakorlatilag, azt mondják, hogy, hogy hatékonyan tudnak ők is földet művelni, ez nekem is új volt. Hát teljesen van, meg pláne. Hát azért, ha ne feledjük, azért jó mondjuk Mátoknak, azt mondjuk, hogy mondjuk harcos család, de azt mondják, hogy egybe földművelők is voltak, tehát azért az ásaut is fel tudják venni, tehát ha kell, akkor halásznak, vadásznak, földet művelnek a klingonok is. Ez egyébként tipikus orgániai megoldás, tehát, hogy ne háború döntse el, annak a bolygónak a sorsát. Egészséges hanem ilyen... verseny. Igen. Hát most, hogy mennyire egészséges, mert szedjük be, mert azért a piszkos trükkök, mint látjuk, azért működnek. De mondjuk ez érdekes, hogy a vitatott területet akkor ne Batlettel oldjuk meg, hanem hogy vetőmaggal. Na, melyikük képes épkézláb ötletet kitalálni, hogy hogyan gyalmastosítsuk azt a világot, ami életre alkalmas. De lehet, hogy egyéb kitételek is voltak valószínűleg itt a semleges zónára. Lehet, hogy orgániaiakat ismerve gyakorlatilag végigmentek mindenen, vagy pedig betettek egy ilyen apró észre szabás, vitatott terület van a klingonok és a föderáció között, na akkor az, azt a boj, ami vitatott bolygó, amelyik őtök hamarát tudja gyalmatosítani, övé. És ha nem tetszik, akkor megbénítjük a hajót, amelyik ott arra megjelenik. Szerintem egy e fajta ilyen pozitív diktatúrát meg tudtak csinálni. És Igen, és itt de nem lehet, hogy ezzel kitolják az ütköző zónát máshova, mert azért mégiscsak itt a K7-en, ahogy mondtad, hát, évcsúnya dolgok történnek már. Nem a hát, kocsmai te... verekedésre gondolok, hanem megmérni. Hát ez az történet. érdekes egyébként, csak hogy tele van vető maga, ami stat mondjuk egy -e stratégiai csillagbázis, mert azt mondja, hogy ez, ez fontos ez a K7-es és mégis akkor itt na most a klingonok itt be tudnak nyugodtan lépni, hogy nincs az, hogy a semleges zónát átlépem, hogy nincs ez a szabály, hogy hoppá, megsértettem a szabályt. Tehát mi van, hogy vitatott terület, valószínűleg itt ö, engedik, hogy azért mind a két félnek a hajói megjelentnek. Tehát mert még mindig, ez még, ö, még nem föderációs, de nem is klingon terület. Szürke zóna, azt mondhatom. És egyébként tényleg itt a a krediteknél, hogy itt krediteke alkudoznak, valószínűleg a gazdaságnál valamilyen mérőegység azért kell, és meg a külkereskedelemhez is egyébként abszolút fontos, főleg, hogy mivel valószínűleg Szilánó nem csak a federációba, sőt, biztos, hogy nem csak ott kereskedik, tehát egyfajta kreditrendszernek lenni kell, hiszen és valamilyen fizetéshez hasonló valami kell a federációba is, mert azért úra is azért ismeri a kreditrendszert, és azért ott meg elkezdenek ott alkudozni, tehát mint ahogy volt régi korábban, hogy amikor egyszer Spocktól megkérdezték, hogy tudja, mennyibe került magának a kiképzése a csillaglotta az akadémián, és akkor elkezdi mondani Spock habozás hogy mennyi ezer kreditbe került volna. Tehát valamilyen szinten van pénz, csak lehet, hogy ilyen virtuális pénzként működik bizonyos szemszögből, csak lehet mondjuk kifele van valamilyen föderációs valuta, amit elfogadnak idegen világokon is, ha éppen nem cserekereskedelemről van szó. Bár inkább szerintem valószínű, hogy a cserekereskedelem az, ami dominál mondjuk akár a föderációs gazdaságban is. Tehát külkereskedelem van, de a belső, mondjuk a föderáción belül, vagy mondjuk a földön már nincs szükség kereskedelemre, vagy hát a pénzre. Maga, de szükség a föderáció magában a gazdag világokon, a régi kolóniákon biztos, nincs szükség, de valószínűleg mondjuk az olyan kis világokon, mint ahol már nőket akart vinni az ilyen kis bányászvilágokon, ott valószínűleg ott azért a ketyeg azért a, az óra, úgymond, hogy na most mennyire dolgozol, mert nyilvánvaló, hogy azért a túlnépesedést azért a föderációs megpróbálja elkerülni a világain, hogy azért, ha most te be akarsz, vissza akarsz települni a földre, akkor előtte azért dolgozz meg, hogy legyen egy bizonyos kerítmennyiséget, hogy neked legyen ahhoz úgymond jogod, hogy te most a Földön telepedjél, nem pedig egy külső kolónián mondjuk. Hogy a Földön mondjuk a letelepedés mondjuk drágább, több kreditbe kerülne, mint mondjuk kiment mondjuk egy frissen felvetett világon. De még megköldök is arra biztatja úrát, hogy hát kereshet is majd az üzleten, hiszen ugye jön neki, tehát megfialtak a, a triblik, és akkor úgy, mintha Uhor el akarná adni. Hát egyébként Uhor ott, ott elajándékozza a többi, bár ott a kereskedővel való párbeszédben ott egyértelműen arról van szó, hogy egy, egy profit, egy haszon, tehát szinte mint egy ferengi úgy úgy alkorozik a, a kereskedő, bár ott egy kicsit uh, sántít a számítás, tehát ugye 10 kreditbe kerül egy uh, tribli, és azt mondja, hogy 10 hasznot akar, magyarban ugye még forgalmi adót is említ, de mondom, ez az angolban nem hangzik el. Egyébként elég viccesen, hogy akkor kinek kell azt az adót befizetni, mert a forgalmi adó azért van, hogy, hogy befizes mondjuk egy államnak egy adott, egy uniós kereskedelem, az lehet, hogy én Magyarországra fizetek adót, de lehet, hogyha francia országban kereskedek, akkor a francia államnak fizetem meg a, a forgalmi adót a, a után. Szóval itt Uhuránál a hat kreditből azt hiszem tíz lesz, pedig itt ugye a hatnak a tízszerzelék az csak 6 tized lenne, tehát 6,6 kreditbe kéne, hogy kerüljön a tribli, a kereskedő valahogy nagyon fölkerekíti órának a, 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 az árat, de aztán persze hogy megkapja ingyen. Ott a kocsmárossal vitatkozik egyébként. Kocsmárost, ha meghallgatjátok, az a Worfnak nak hangján beszél, beszélt, a tisztán, mintha ő is klingol lenne. Tehát tök jó volt így, így hallani a magyar változatban a Guy Raymond, egyébként ő a sörreklámokban már szerepelt a 60-as években, úgyhogy ez neki egy testhez álló szerep volt. És egyébként a Cyrano Jones alakító Stanley Adams is valami fantasztikus az eredeti hangján, hogyha valaki megnézi, pompás alakítást láthat, legalább olyan jó, mint a Robert C. Carmel, szokott lenni a Madnak a szerepébe. Kicsit hasonlít is ez a kettő ember, nem? Tehát olyan ugyanolyan csirkefogónak tűnik. Ez a Cyrano Jones, ez még egy kicsit süttyobb, mert ahogy előszedi ezeket a tribliket ott a zsebéből, meg ugye kocsmai verekedés közben ott kimegy, az egyébként egy tök jó koreográfia, amikor ott mindenki verekszik, és átmegy a Cyrano Jones. Megmenti és az én... italát, Igen. és, és a, a, zsebéből. Még se, elkapják, és és a zsebéből még szedi még ki az italt. Most ez a verekedés... Ezt Nekem tök... volt egy elő ismerősöm, annak is a, ilyen, ilyen sok zsebű mellénye volt, hát annak minden volt a zsebébe, tehát az, a, az tényleg egy ilyen 20. századi, 21. századi sziránó volt gyakorlatilag, így testalkatra, mindenre. Úgyhogy én, én ismertem a, a úgymond a magyar változatát. Körknek a viselkedése érdekes, ugye amikor kap egy hamis riasztást a a Baris, aki ide jön, ez a mezőgazdasági megbízott, vagy hát nem is tudom milyen pozícióban van ő, de minden mezőgazdasági ügyben ő a teljhatalmú politikus itt a föderációnál, és jogában áll ugye riadóztatni a csillaghajót, hogy az ottani erőforrásokkal őriztessék mondjuk ezeket a gabonatárolókat. Hát természetesen ugye Körknek ez nagyon nem tetszik, és mindvégig fennmarad ez, a, ez az ellentét, de én itt egyetértek egy kicsit a Bob Just mennel, hogy nem igazán van körk a karakterében, alá van rendelve bizony nagyon súlyosan a, a, komédiának. Akinek viszont jól áll ez a szerep, az a Scotty most kivételesen. Ő neki nagyon jó az a jelenete, amikor ugye a kapitányra mindenfélét mondanak, azt, azt még ugye elviseli, de amikor az Enterprise-t kezdi el a szájára venni a Klingon, na akkor már ütni kell. Egyértelmű, hát most, tehát sértegetik a hajót, hát ez gyakorlatilag ez átvitt értelembe magát a gépészt is, hogy ez szeméttároló hajó, meg egyebek, hogy kör, ilyen-olyan, hát akkor ez nem, de a hajó, hajóhoz semmit. Ma a gépészek arra ugranak, ez tényleg ez a klasszikus, hogy a számára a hajó az élőlény társ, bármi, tehát a, aki a hajót bántja, őt bántja. És a Scottinak nagyon jó a, a karaktere, tehát a Ellentétben ugye a Wolf in the Fold itt látjuk, hogy ez a Scotty, eddig is sejtettük, de most itt látjuk, hogy ez egy hát nagyon komoly stahanovista, amikor ugye bejön körk, és ott bámulja a monitort, már valami tervrajzokat néz, és gyakorlatilag, amikor a kabinjába zárják, akkor örül neki, hiszen akkor végre. Igen, tud nem dolgozni. kell dolgozni nem kell dolgozni, de legalább itt van ideje arra, hogy akkor az új műszaki rajzokat. Majd a fiúk dolgoznak, hát meg addig megnéző a legfrissebb műszaki fejlesztéseket. Tehát tényleg még szinte örül, hogy na, be van zárva. Hát igen, most lesz erre ideje, hát mert tényleg azt lehet mondani, hogy ez a nap 24 órájában 26 ot a gépteremben, meg a gépterembe tölt. Nagyon súlyos munkamániás és a Csekovis komikus szerepet kapott, az meg már megint sok nekem, tehát sok az orosz poén, mert egyszer elég lett volna az, hogy ezt Oroszországban találták föl, vagy ez az illető orosz volt, de legalább négyszer-ötször elsütik, és már nem, már fárasztó inkább, mint, mint humoros. Tehát ilyen fele-fele arányban a, az egyik felének a, a legénységből jól áll szerintem ez a komédia, a másik az valóban így kicsit ilyen kifordult döntéseket, meg párbeszédeket szül. A kocsma jelenethez az nagyon jól illet a Csekovnak, bár ott is tényleg az már túlzás túl volt, hogy még a Csekov még a klingonokra is azt mondja, amikor a klingonokat hát elkezdik szírni a, úgy általában a földieket, az is nagyon ugye megrendezett jelenet, de hát parád de ott is. elég lett volna a kocsma jelenetbe ez az orosz poén. A epizódnak az elején szerintem ott komolyabbra lehetett volna venni egy kicsit. Hát mindent, például a Skótviszkit is talált találta fel egy kis öreg hölgy, vagy például ezt a kvadrotrikikálét is, talán az is orosz találmány, és nem is tudom még miről hangzott el, hogy orosz találmán, vagy orosz, orosz származású. Nyilván a Csekovnak Chekov ez egy jellemkomikum, és ő rá ezt írták rá. Tehát például ő orosz szemszögből négy, hogy kozáknak hívja a Klingont. Egyébként a magyarban nem koszek, hanem disznó. Hát, nekem ez kicsit le mert a Csekov egy csodagyerek volt a, a harmadik epizódban itt a a második évadban. Ezzel kicsit lerombolták nekem. Hát egy forró fejű legény, az semmi több. Hát viszont a, 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 Scottinak a karaktere az végig, tehát hozza azt, amit a néző elvár, Hát én ezt, ezt, a, ezt, várom a Scottitól, hogy abszolút a elhivatottság, ez a munkájának él, alig lehet leküldeni a kimenőre, és aztán az eltában is próbálja tartani, amíg lehet, hiszen az a feladata, pont, hogy, hogy kicsit rendbe szedje, ott ne szabadulnak el a dolgok. Visszatartja csak a de aztán megfelelő helyzetben lép, és nyilván ezt várja a nézőt, ez a verekedés is, és akkor ez újra volt teremtve a Deep Space Nine-ba, mert arról még nem is beszéltünk erre, hogy a Deep Space Nine-ba milyen fantasztikus módon van újra élesztve ez az epizód, úgyhogy tényleg újra alkotott, nem csak hogy vizuálisan ugye össze vannak jelenetek szépen fűzve, mert akkor már lehetséges volt a 90-es években, 95-96, mikor is az a Deep Space Nine-os epizód, hanem hogy újra, tehát tényleg a díszetek föl lettek újraépítve, akár egy turbolift belső, hűen a modellt is felújították, az Enterprise modellt a K9 állomásnak is, tehát ott újra kellett modelleket építeni és, és díszlet háttereket, tehát nem lehetett mindent kékvászonnal megoldani, nagyon komoly háttérmunkával készült annak is egy komoly előzmény van, hogy milyen epizódokon gondolkoztak, hogy ott a, a 30. évforduló, amit hozzanak ki, tehát az egy másik podcast témája lesz majd szerintem. Meg hát a, sor, a, a sorozatban is van egy triblis epizód, aminek már van magyar változata, ahol a Cyrano Jones-t, az Enterprise t hát kimenti a Klingonoktól, és akkor ott, ö, ott van az a nagy óriás, óriás rózsaszín Tibli hajón, nagyon mulatságos rész, ötödik megakasztotta a szinkron munkálatokat. Ez a more, more More Troubles részt, aki szeretné újra nézni, meg egyébként már a 13. legújabb rész is elérhető magyar szinkronal. Én megnéztem, és hangban lesz egy meglepetés, aki az impulzus podcastot, meg más podcastjainkat hallgatja, annak van egy hangmeglepetés, meglepetés. Egyik főszereplő nőnemű lényel kapcsolatban, de ezt nem áruljuk el, nézzétek meg a 13. rész. Már ezt posztoltuk különböző helyeken. Mit szóltok ehhez az Estyler 1.0-ához itt az epizódban? Itt látunk egy korai Klingont, aki... Darwin. Igen, Darwin. Darwin akarod mondani. Így van. Mondjuk ő is egyébként visszatér maga a színész is, és a karakter is gyakorlatilag majd a Deep Space Nine-ban. Kis személyes emlék, hogy én mondjuk ezt a részt láttam legerőször a úgyhogy én már előttem már akkor láttam a harmadik mozifilmet, és akkor néztem, hogy hé, ezek Klingonok? Hát kicsit meg voltam lepődve, de utána nem volt vele semmi bajom. Itt láthatunk tényleg egy korai, azt mondjuk egy Klingon ügynököt, de szerintem elég jól hozta a formát, hogy gyakorlatilag így be tudta magát dolgozni, hogy gyakorlatilag egy vezető föderációs hivatalnoknak a gyakorlatilag a jobb kezévé, hogy nem egy-két év kellett ahhoz, hogy egyáltalán így emberek között így éljen, hát hogy hogy sikerült neki, hogy hogy bírta ki egyébként, hogy visszafogja magát, meg bármi, hát ez tényleg le a kalappal a karakter előtt hogy ilyen sokáig nem tudták lebuktatni. Ez egy fanfiction-t egyébként megérne, hogy egy ilyen drámába ágyazva a Darwinnak a minden napja Két regény illetileg itt... van, van erről, róla. mondjuk Dave erről többet tud mondani, hogy hogy lett belőle végül is emberi lény. Úgy, hogy... ahogy a Discovery-be bemutatták a Tyler-nél, itt is. Ami ugye. hasonló egyébként. Hát elég drasztikus, tehát nagyon drasztikus, ő egy, ez az Arne Darwinnak az előzménye, Klingon énje, az egy hát mert ilyen nem volt veszteni valója, vagy nem is tudom, hogy kéne ezt mondani. Tehát lényeg az, hogy, hogy ez, ez mint egy mindent megváltó és megváltoztó küldetés, és egy, őt is egy, egy tulajdonképpen. alakították át, és most szerettem volna újraolvasni, és nem találtam meg hirtelen, de azt hiszem több részes képregény, vagy egy, vagy egy kiringonos szériának a, 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 része. Tehát ő neki mindent föl kellett adni, Tehát ez ezért hasonlít a, a vokhoz, ezért volt az a vok történet szál, nagyon jó. Persze kár, hogy egy kicsit hamarabb kiszivárgott, ez a kiszivárgás eléggé foglalkoztott minket is ott a Discovery-nek az elején, és tényleg ahhoz hasonlítottuk, hogy, vagy mondtuk, hogy hát ő lehetne az Árne Darwin is akár, mert ő már itt van átalakított, és csak ugye ott persze mondtuk, hogy a Klingon, a Kringorra reagáló tribli, akkor a lorkánál az a tribli az, az túlságosan szelíd volt és nem reagált. Egyébként itt a, megnéztétek, hogy a kolosz, aki itt visszatér. Még mielőtt kiderülne, hogy a tribli hogy reagál. Igen, egyébként a triléna első Trilén. évadból. Először még nem nagyon reagál a tribli a, a kolosszra pedig elég közel is viszik hozzá, csak amikor már tényleg szóba kerül az, hogy, hogy kire hogyan reagál, és megint oda viszik a koroszhoz, akkor van tényleg az a tribunek, az a nem is tudom milyen reakció ez a, a nyűszítés, vagy tehát a tribunek ez a hangja, azt nem is tudom, hogy lehetne vissza, tehát mert rengeteg poén, rengeteg humor, nagyon jól visszaadva a magyar változatban is, a Csekovnak a beszól, hát amikor a Csekov. egy pár szegnyire érezhetjük a bűzüket, és akkor spok, nem logikus szagok nem terednek a légüres térben. Itt az angolban még jobb, hogy odors cannot travel through the vacuum of space. Tehát nem tudnak utazni a, szagok vagy illatok. Donatu 5 neve hangzik el, a magyarban Gonadu 5 lesz belőle valami miatt. Híres orosz csillagász térképezte fel a szektort, és már majdnem 200 éve, viszont a 200 év az a magyarban lemaradt, és akkor itt mondja a kör, hogy a minden története így sántít a Csekovnak. Tehát itt a Csekovnak ez a, ez a felesem igaz, itt jön még jobban erő az, hogy gyengíti azért az ő karakterét, hogy tehát ilyen nagyot mondó, vagy, vagy ilyen népmesei dolgokat idéz, és gyakorlatilag egy poénos, humoros, tehát állandóan azt várja tőle, hogy humort fog mondani, és úgymond nem nagyon hiszük itt. Nagy Pétertől kezdve Leningrádig emleget mindent. Van olyan, hogy kurrogásnak nevezi Spock a tribliknek ezt a hangját, ez trilling inkább, tehát nehéz megmondani, hogy hogyan, tehát ez egy hangutánzó szó. A McCoy is jellemzi a tribliket, pontosabban azt mondja, hogy még a hajaszállás sem görbül meg ennél jobban, tehát ez, ezzel poénkodik a McCoy, és ott mindenki nevet az étkezdében, amikor is, tehát a már tribli utódokat ott egyet az uhurától. Itt viszont a, azzal a az eredetében megkoly, hogy ö, egy, haját, egy hajához sem nyúlok a fején, bárhol is van a feje. Tehát ez a, a fej nyilván, hogy a triblének nincsen. Azt hiszem, még az is állom, hogy foga sincsen. A Körk azt javasolja megkolynak, hogy nyisson csecsemő osztályt, Modernity Ward. Tehát ez is egy olyan poén, ami nagyon hát erőltetve van beszúrva, de át, nyilván ekkor már tudunk röhögni rajta. Aztán körköt hát nagyon sokféleképpen jellemzik a klingonok, például páváskodó, erőszakos, párdögbőrű diktátornak. Itt a Denebian Slime Devil, tehát valami iszab nevezik, és ebből ilyen mocsár ördög, vagy mocsári dög lett a, a magyar változatban. Ugye erre még nem áll fel a Scotty, csak amikor az Enterprise-t ugye nevezik, sőt, az Enterprise mint szemetet kéne elszállítani, ugye ez a legdurvább szidalom. Amikor később ott tornasorba állítják, nyilván ott is, hát bevallja a körtnek, hogy ő nem arra akad, ki, hogy a kapitáncítják, hanem mert az Enterprise-t. A McCoy és Spock, amikor együtt, hát a gyengelkedő. Nyilván ők a, a furcsa pár és az örök kettős, itt a point maximálisan kihozzák mindkettőjükből. Itt kiderül, hogy a, a triblik azért valamennyire vonzódnak a, a, vulkániakhoz, tehát nem csak, hogy a klingonokat utálják, és amúgy kedvesek, vagy szeretet adnak úgy az általában a, a többi humanoidnak, a vulkániakat valamiatt szeretik. Azt mondja meg, hogy megnyitatóan cincognak. Csak angolban csak annyi, hogy pleasant sound. Viszont erre a Spock azt mondja, hogy, hogy ez alapján egy bundás hegedűt is tarthatna magánál doktor. Itt, itt, igazából az Örmin Violin, tehát Hermelin Prém, Hegedű, most ezt. ha sincs, hogy ezt honnan szedték, uh, amúgy. Food processornak nevezi az angol azt a ételkiadó részt. A Discovery-ben is csodálkoztunk, hogy most az félig, meddig már replikátor lenne. Itt uh, magyarul ilyen ételkiadóról van szó, amúgy egy ilyen feldolgozó egység, tehát itt még azért meglévő elemekből állít össze, vagy ilyen előkészített, félkész dolgokat uh, uh, ad ki. És uh, a Baris, aki ugye nagyon rá van szállva a körkre, azzal fenyegeti, hogy átadja, mikor a csillagfort ezt meg tudja a körköt, majd felelősségre vonják, hat bíróság elé kerül, ezért a baklóvésért és kilógatom Igazából az angolban csak annyit mond, hogy they will roast you live, tehát élőben megperzselik, gyakorlatilag itt, a, itt egy üres fenyegetésről van szó, és nyilván később már ez teljesen elszáll, amikor már kiderül, hogy, hogy ö, ö, mi is van ugye az Arne Darwin mögött. Jim, ez az ember Klingon, nekem ez a kedvenc mondatom a mccoy this man is Klingon, ez a férfi Klingon, itt lehet, hogy szerencsésebb lett volna így. kibeszélő elején említettem, hogy Gene Roddenberrynek nem tetszett az alapkoncepció, de hát idővel ő is megbékélt vele, hiszen a franchise 25. évfordulóján már hangoztatta, hogy ez bizony benne van az ő top 10-es listájában, ami a Star Trek részeket illeti. Hát nem csoda, mert nagyon hamar a popkultúra része lett ez a történet, Hát tribliket lehet nagyon gyorsan értékesíteni a mai világban, és ugye, hogyha valakit, aki Star Trek rajongó, meg szeretnétek lepni egy ajándékkal, akkor biztos, hogy egy triblivel le tudjátok venni a lábáról. Egyébként az az 500 darab szőnyekből összevart eredeti tribli, ami a produkcióhoz készült, azt is nagyon hamar elkapkodták a rajongók, különböző rendezvényekre elvitték, illetve odaadták, elárverezték, stb., bár ugye David Gerold azt mondta, hogy a stúdióban nagyon sok maradt még hónapokig, talán még évekig is, de végül sikerült mindegyiket kipucolni. Hát nekem ennek ellenére vegyesek az érzéseim, nagyon jól működnek a humoros részek, de tényleg, valóban vannak olyan karakterek, amik egész egyszerűen nem működnek, nem tudnak a, a szokásos szerepkörükben maradni beletáldozva a humor oltárán többek között Körk, amit nagyon sajnálok, illetve Chekhovból egy kicsit sok volt, viszont akinek nagyon jól áll a komédia, az a Scotty, az ő karaktere sokkal jobban előtérbe került, mint a, abban az epizódban, amiben ő volt a főszereplő múlt héten. Megkerülhetetlen a dolog, hiszen a triblik újra és újra visszatérnek a, a Star Trekben, ugye legújabban is a, a Short Treksben, láttuk a, az eredet történetüket, és még jó sokáig szerintem fogunk találkozni a triblikkel. David Gerold az vitathatatlan, hogy olyat alkotott, ami, ami örök. David Geroldnak a munkásságával egyébként semmi probléma nincsen. Tehát ő, ami forgatókönyvet leadott, vagy amilyen történetet írt, az százalékos, az hibátlan. Itt mindig az a kérdés, hogy mennyire integrálható a, a Star Trekbe az, amit egy, egy külső forgatókönyvíró, hát akkoriban ugye nem voltak ilyen írószobák, mint most, hanem gyakorlatilag kívülről jött forgatókönyvírók alkották meg a történetet, kivéve amikor ugye Doroti Fontána maga is írt egy pár epizódot. Én azt mondanám, hogy ez nekem nem tartozik a, a, legkedvencebb epizódjaim közé, de épp hogy csak nem. Viszont jól szórakozok mindig rajta, meg jókat röhögök. Nekem mondjuk abszolút mondjuk nekem tetszett. Jó, lehet, hogy a, mondjuk a top 3 lehet nincsen benne, de szerintem azért erre a részre azért szükség volt, és azért ha megnézzük, ebből a részből is kiágazott nagyon sok minden. Azért a triblikre visszatértek most a short a DS9 is egy egész epizódot szentért meg, hogy gyakorlatilag újra értelmezték az egész epizódot, hogy mi, mi történt úgymond a színfalak mögött, hogy beraktak még egy küldetést mögé, triblikkel kapcsolatban, és itt látjuk tulajdonképpen a Dahár három Dahar mester közül, most meglátjuk a másodikat is, Koloszt, mert már kort láttuk, és ő is, és majd még később még majd csatlakozzák hozzájuk a szír születé, szíriai születésű Michael Ansara által játszott Keng. Őket, őt is mondjuk viszont látjuk majd egy DS9 epizódban. Én nekem mondjuk ez tetszik, mert ezt tényleg azt mondom, hogy amit Eldet először nem akartak tulajdonképpen elfogadni, hogy ez milyen rész lesz, és gyakorlatilag alapkő lett, hogy hivatkozunk rá nagyon sokszor, és most már, hogy van egy új tribli epizódunk, egy tribli történet, vagy akár az ember is azért ez meg van említve gyakorlatilag, vagy a Voyagerbe például egy másik Klingon keng Megkerülhetetlen epizód. Ahhoz, hogy mondjuk megértsük ezeket a későbbi történeteket, epizódokat, ezt is, ez is elengedhetetlen, hogy legalább egyszer megnézzük. Vagy kétszer, hogyha még tényleg egy kis könnyed szórakozást akarunk egy délutánra vagy estére. Nekem benne van a, a, a kedvencekben, csak már teljesen összemosódik a Deep Space Nine-os, hát nem hiába ott, ott össze van ö, mosva a sztoriba, bele vannak integrálva a, a, a mi szereplőink, és szinte hallom, a, mintha Cisco, Jadzia, akkor a főnök, meg beszélt ott, ott ö, matatnának a háttérbe, és várom őket, például a bomba. Teljesen azt hittem, hogy itt lesz a bomba, és nem ebbe van hanem a Deep Space Nine-ban, pedig azért, azért sokszor láttam ezt az epizódot, ezt már mint ezt az eredeti triblis epizódot, és, és, így már így, így keveredik, hát annyira olyan a látványvilága, hogy, hogy nem is tudom, tehát biztos, hogy nyilván a Deep Space nine osat láttam, Trial Trials and Trib Tribulation, vagy nem is tudom mi pontosan a címe, 96-os rész, szóval azt szerintem egy egyszerű dolog volt, hogy így újraéleszteni, és, és egy abszolút jó ötlet volt és egy picit időtállóvá tette ezt, a, ezt az epizódot. Tehát valahogy így, így az a Deep Space Line epizód az így meg szépíti, vagy kikerekíti ezt a történetet. Kicsit erősebb a történet. Tehát jobban rá van gyúr volt egy, egy, egy meg még több van. Tehát én azt mondom, aki nézi, az, az nézze meg feltétlenül. Még akkor is, ha a Deep Space soha nem látta, mert teljesen bele lehet... van egy kis elején, végén van egy kis, kis temporális Utalás, de amúgy meg teljesen jó a, a az integrációja, tökéletes. Szerintem kevés sorozat tudja ezt megcsinálni. Ki vagy doki vagy nem tudom hány még ilyen nagyon régi sorozat van, több évtizedes. Időtálló az epizód, itt a humor. Én azt mondom, hogy itt éppen azon a határon mozog, hogyha ha még egy kicsit túltolják a csekovot, akkor vagy a körknek is ezt a tényleg, hogy már nyakig van a triblikben, Azt mondom, hogy eddig és ne tovább. De úgy úgymond, amikor az a múltkori, tehát amikor nagyon-nagyon elszállta a humor, tehát tényleg egy, egy komédia vagy egy ilyen meta epizód lett, tehát kiszállt mindenki a szerepéből, is, ugye a színészek, úgymond, önmagukra reflektáltak, az már nekem túl sok volt. Itt talán pont a régi emlékek miatt ez az epizód még mindig tökéletesen csapódik le, és, és remek szórakozás. Abszolút ajánlom, aki, aki nem biztos, hogy ezzel kell az eredet és a kezdeni, mert akkor esetleg így, így, félő, hogy az illető azt várja el, hogy akkor a, a humor ennyire jelen van, és ez egy komédia a sorozat, ahol úgymond a lásd epizód végi nevetés és a ilyen felcsattanó poénok azok mindig elhangzanak. Kicsit ki van itt élezvá, tehát a Spock McCoy kettős például az, az parádés volt, és azt az bármikor meg lehet mutatni és újra nézni akinek esetleg megvan a második évad a DVD-n vagy Blu-ray-en, ne adj Isten az egész sorozat, azt tapasztalhatja, hogy egy külön lemez az csak ezzel a tribli témával foglalkozik, tehát rajta van ez a triblis epizód, sőt, rajta van a DS9-os epizód is, amit a Dave itt folyamatosan hivatkozott, akinek a Blu-ray van meg, ők ráadásul HD felbontásban élvezhetik azt az epizódot. Nem tudom, hogy azt hogy csinálták, meg elég furcsán néz ki, a CGI-t azt nem, nem, módosították a felbontását, úgyhogy eléggé fűrészfogas a dolgoknak az éle, meg úgy lehet, hogy ezt így szalagról újították föl. Szóval nem az igazi, de tény, hogy HD-ban meg lehet nézni. Rajta van még a lemezen a rajzfilm sorozatból a triblis epizód is, és egy tonnányi extra. Többek között ugye David Geroldnak a audio kommentárja, illetve szöveges kommentár is van, tehát külön be lehet kapcsolni olyan kommentárt, hogy nézi az ember az epizódot, és ilyen szöveges kiegészítések is megjelennek, és természetesen behind the scenes dokumentumfilmek, vagy ilyen rövid filmek is vannak még a lemezen, úgyhogy ezt mindenképpen ajánlott beszerezni, mondjuk ezt a második évadot emiatt, aki hatalmas nagy tribli rajongó. Na hát én azt hiszem, hogy erre a hétre zárhatjuk a kibeszélőnket, ne felejtjétek, hogy van mit nézni Star Trek ügyileg, hiszen Star Trek rajzfilm sorozat 13. epizód most jött ki, Kő Gergőjéktől ajánljuk meleg szívvel mindenkinek, hogy fogyassza örömmel, illetve itt a műsor elején ajánlottunk nem Star Trek, de Ronald D. Moore és az ő sorozata az Apple Plus-on, nem reklám, hanem inkább Ronald D. a munkásságára lennénk kíváncsiak. Valószínűleg mi is meg fogjuk nézni azokat az epizódokat, amik már kint vannak. Kíváncsian várjuk. Jövő héten pedig visszajövünk a következő eredeti sorozat epizóddal. Addig is sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!